Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Mielőtt még belevágnánk, három nagyon fontos dolog. Ez a videó nem azért jött létre, hogy zaklassa azokat az influencereket és youtubereket, akikről szó lesz. A második dolog, hogy magát a szöveget és az interjút nyár közepén készítettem el, és bár késő ősz van, úgy gondoltam, hogy meghagyom az eredeti szöveget. Majd meglátjátok a legelején, nagyon nyár jellegű, de humorosabbnak tartottam, ha úgy hagyom, ahogy van. Harmadrészről pedig beszéljünk az elefántról a szobában. Ez egy angol kifejezés, elefánt a szobában. Beszéljünk róla. A hajam. Hogyan tetszik az embereknek? Egyesek azt fogják hinni, hogy úgy nézek ki, mintha megtéptek volna. Nem igazán érdekel, nekem nagyon tetszik, és meglátjuk, lehet, hogy 3 nap múlva elsírom magam, de az 3 nap múlva lesz. Mit iszunk? Ma a videó témájához illően egy sok kis proteinséket hoztam ma. Kicsit félek, mert azt írja, hogy nem adtak hozzá cukrot, ami nem az egyik kedvencem, mikor italokról van szó. Minden szituációban cukrosítőket szeretek, de megkóstoljuk. Hát, ha fincsi lesz. Fel kell rázni. Félek, hogy a mikrofon nem fogja rendesen felvenni ezt a részt. Meglepően nagyon finom ez a csokis proteinsék. Jól fog jönni, mert elkezdtem edzőterembe járni. Egyszerűen túl sokat szorongok manapság, és a depresszió miatt is. Jól fog jönni, nagyon finom, egyáltalán nem érződik, hogy nincs benne cukor. Fincsi. Vágjunk is bele szerintem. Nyár van, Porsche, szerelem, nyár van. A nap forró, a víz hideg, mindenki Törökországban nyaral, és a legsugárabb képeket tölti fel Instagramra. Nyár van. Ha engem kérdezzel azzal kapcsolatban, hogy mi a legjobb dolog a nyárban, számomra kétségkívül a nyári finomságok, dinnye, fagyi, jeges kávé. A sok udvari sütkérezés során megeszik, hogy az ember egy adaggal többet fogyaszt el, majd teli hassal elalszik a felfújható medence melletti napágyakon. A nyári túlevés számodra is probléma. Gondoltál arra, hogy befújod az ételed naptejjel? Ha mégis elcsánsz ebből a napteljes szalmakrumpliból egyet, akkor igyál egy kis vizet, hogy mosd le, de várj! A víz sem egészséges. Here's why I stopped drinking water, and why I think you should too. I've had 2 family members live past 90 years old, and when I asked them what their secret to longevity is, they both said, don't drink the water. And this took me a long time to really digest because I've been in the fitness industry for a really long time, and I used to drink literally a gallon of water a day. It wasn't until I started my spiritual journey where I really started to dissect this and things started making sense. So I've never been the kind of person to drink tap water, but if you do, there's a lot of fluoride, and I'm sure there's fluoride in bottled water too, a lot of fluoride in tap water. So why do we care about fluoride? Fluoride actually calcifies our pineal gland. The pineal gland is the center of our third eye chakra. It plays a huge role on how we sleep, dream, how we make decisions, and how we perceive reality. Most importantly, it guides our intuition. Tovább böngészve a TikTokon rájöttem, hogy sem az olaj, sem az aszalgyümölcsök nem egészségesek. Let me show you why dried fruit is not your friend. Dried fruit is pure sugar. If we look at this example, we have 100 grams of fresh mango and 100 grams of dried mango. It's the same food and the same quantity, right? However, if you look at the blood sugar spike and corresponding insulin spike of these 2 foods in these 2 quantities, you'll notice that one is more than double. That's because in this 100 grams of dried mango, there is 15 times as much sugar as there is in the fresh mango. Well, how is that possible? Well, because when we remove all the water, it takes 15 times as much fresh mango to produce that amount of dried mango. Food makers want to sell dried mango because that has a much, much longer shelf life. It's not going to spoil, right? But we want to consume the fresh mango so we don't have that blood sugar skyrocket. Magyarul rájöttem, hogy minden, amit megeszek, valószínűleg meg fog ölni. Az idegoszeroppanásom közepette viszont angyalként megjelent az egyik ismerősöm és segített. Üdvözlöm a csatornámon tehát Papp Evelint, aki elmondja majd nekünk, hogyan tájékozódjunk a táplálkozási tanácsok online világába. Megjegyezzem, hogy az interjút elkészítettük, napközepén kezdtük, de már éjszaka lett, mire befejeztük, azért fogjátok látni a képernyőn, hogy közben besötétedik. de ne aggódjatok ezen. Sziasztok, Evelin vagyok, dietetikus és jogaoktató. A Kolozsvári Orvosi Egyetemen végeztem a dietetika szakon 2020-ban, és februárban fogom befejezni a mesterképzést is ugyanígy. Jelenleg a kombucsáról végzek kutatást Lettországban. Ez egy ilyen Erasmus szakmai gyakorlat, közben pedig dietetikusként tevékenykedem, leginkább online. Alig várom, hogy elbeszélgessünk Karolinával. Evelyn, valóban egészségtelen a szárított gyümölcsök és a víz? Kezdeném ott, hogy nem szeretném az ételeket jó és rossz kategóriákba sorolni. Vannak tápanyagszegényebb és tápanyagdúsabb élelmiszerek. Szárított gyümölcsökkel én szerintem túl sokat démonizálják, főleg a diétakultúra túl sokat démonizálja. Az aszalt gyümölcsöknek valójában nem magasabb a cukor vagy a kalória tartalma. Gondoljuk, hogyha veszünk egy darab szőlőszemet, és még egy darab szőlőszemet, az egyiket asszaljuk, a másikat nyersen meghagyjuk, akkor valójában mindkettőben ugyanannyi a cukor tartalom. Az asszalt gyümölcsökből, mivel hogy ezeknek a térfogata kisebb, képesek vagyunk többet megenni. És nyilván, hogyha többet megeszünk ezekből, akkor nyilván jóval több cukrot és kalóriát fogunk bevinni. Például ezért is jöhet létre mondjuk egy ilyen vércukor szint ingadozás. Valójában az a helyzet, hogy több cukrot és kalóriát viszünk be, azért mert többet eszünk. Ha mondjuk 100 g aszalt, mondjuk mazsola, az nem egyenlő 100 g szőlővel, hanem jóval több szőlő lesz. Tehát jóval több szőlő kell ahhoz, hogy mi megkapjunk 100 g mazsolát nyilván. Ez egyébként az asszalt gyümölcsök nagyon-nagyon egészségesek, és magas a kálium tartalmuk, és számos bioaktív fenolokat tartalmaznak, melyeknek magas az antioxidáns kapacitásuk. Nyilván, hogy asszalás során azért veszít egy keveset a rost tartalmából is, tehát, illetve a C-vitamin tartalmukból is, tehát, hogy egy picit tápanyagszegényebb, de én úgy gondolom, hogy például sportolók, vagy olyan személyek esetében, akiknek magasabb az energiaigényük, azok az emberek például simán beilleszthetik ezeknek az ételeknek a fogyasztását is, sőt, egy egészséges ember is beilleszthet szárított gyümölcsöket mondjuk zapkása tetejére, vagy nem tudom, salátába. Természetesen odafigyelve az arányokra úgy, hogy mellette megfelelő fehérje, rost, komplex szénhidrátot is fogyaszt. Végignéztem hogy azokat a videókat, amiket küldtél evel a leányzóval kapcsolatban, aki azt állította, hogy nem iszik vizet. Lényegében ő azért nem iszik vizet, mert hogy fluort tartalmaz. De itt például megkérdezhetünk több száz fogorvost is, hogy miért is van szükségünk fluorra, fogunknak az egészség érdekében fogyasztunk fluortartalmú ételeket, és hogy a fluor az hozzájárulna az ő tobozmirigyének a blokkálásában, emiatt a harmadik szeme az nem végezné a dolgát, ahogy kéne. Figyelj, én mondom, jóga oktatóként is dolgozom, ez egy nagy álhír, tehát hogy ez nagyon-nagyon terjeng amúgy az ilyen spirituális környezetben, és sajnálatos módon látom azt, hogy nagyon sok mindenki elhisz ilyen dolgokat, ilyen álhíreket, nagyon szomorúan konstatálok, hogy egyes emberek ennyire alap dolgokkal nincsenek tisztában és ilyen álinformációkat szaporítanak az interneten, mert a megfelelő folyadékfogyasztás, és leginkább a víz, nagyon sok élettani folyamathoz, az anyagcsere folyamatokhoz, az emésztéshez, a szöveteknek a felépítéséhez járul hozzá. Természetesen a folyadékfogyasztásunk az nagyon sok mindentől különbözik, tehát például milyen fiziológiai állapotban vagyunk, terhes nőket, szoptató anyukákat például, vagy a gyermekek esetében, idősek esetében itt teljesen más a folyadék bevitel. Megfelelő folyadék bevitel ugyanakkor meghatározza az emberi test, a szerveinknek a működését is, a megfelelő vérnyomáshoz, illetve a test hőmérsékletét is nagyban szabályozza. Mit tegyen az ember, aki hozzám hasonlóan nem szeret vizet inni? Vannak még jó páran, akik nem szeretnek vizet fogyasztani, ezt lehet pótolni igazából teával is, vagy gyümölcsinfúziókkal, szóval például egy kancsóba teszel felvágott gyümölcsöket, gyömbért, valamilyen fűszereket, hagyod legalább 12 órán keresztül ázni a hűtőben, és utána pedig fogyasztod, leszűröd, és fogyasztod, és egy ilyen ízesített vizet kapsz, ami actually egészséges is. Nem meglepő, hogy olyan táplálkozási tanácsokat látunk a médiában, melyeknek forrása és hitelessége kétségbe vonható. Valóban lehet fogyni 5 kilót 10 nap alatt, ha csak káposztalevest teszünk. Ez persze nem csak az internet átka, még az internet elterjedése előtt is ezrével lehetett találni megtévesztő táplálkozási tanácsokat, például újságokban és napilapokban. Tisztán emlékszem, hogy akárhányszor folyóiratokat hozott haza anya, főleg ha magyarul voltak, a borítón mindig található volt hasonló "Hogyan fogyjunk le 10 kilót 3 nap alatt" címjegyzék. A napilapok után a tévén keresztül kaptuk a kéretlen táplálkozási tanácsokat, majd az internet elterjedésével ezek az információk a világhálóra is felkerültek. A közösségi média megjelenése előtt táplálkozásról szóló blogok voltak reflektorfényben, ezek már gyors és folyamatos tippeket és tanácsokat biztosítottak. Nem kellett megvárni a mokkát mindent reggel, hogy megtudd, melyik diétát követi épp Madonna. Ezeket a dolgokat csak megtudhattad az interneten, ha felmentél pár másodperc alatt. A blogok elterjedése után megjelentek a közösségi oldalak, így csak az újkori és a jelenlegi közösségi oldalakról fogok beszélni, újkorinak fogom nevezni hasonló dolgokat, mint Facebook, Instagram, és jelenkorinak fogom nevezni például a TikTokot. Facebook. Itt már nem csak a táplálkozás után lelkesedők bejegyzéseit láthattad, hanem azt is, hogy mit sütött szomszéd Mari néni, recepteket meg lehetett osztani és kritizálni. Ezek a Facebook elején amatőr jellegűek voltak. Az Instagram megjelenése kétségkívül megváltoztatta azt, ahogy az ételek bemutatásra kerülnek a közösségi oldalakon. Bár az Instagram elején normális képeket is láthattál különböző ételekről, ma már el sem tudjuk képzelni, hogy nem egy tökéletesen beállított avokádós pirítós lássunk a mindennapokban. Úgy érzem, hogy bár Facebooknak is nagyon sok köze van ehhez, a jelenkori közösségi oldalak, például TikTok, nagy mértékben hozzájárultak az ételekkel kapcsolatos összeesküvés elméletek terjedésében. Hát most figyelj, nem tudjuk kontrollálni azt, hogy ki miben hisz, ki mit csinál, csak azt, hogy mi mit teszünk, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményeket tudunk elérni azzal, hogy olyan anyagokat teszünk közre, amely edukáló hatással van, és ezáltal edukálhatjuk a környezetünket is, és remélve, hogy egy pozitívabb hozzáállást fogunk látni a tudomány fele. Mert sajnos nagyon sokan nem hisznek a tudományban, és én is megkaptam számtalanszor, hogy hát és azokat a kutatásokat, amiket olvasol, azok jók, azok ki által voltak finanszírozva, meg ezek a dolgok is olyan, hogy egyébként igen, a kutatások végén hozzászok, tehát hogy van egy ilyen részleg is, ahol megemlítik, hogyha volt finanszírozva esetleg valakitől. Én úgy gondolom, hogy azért sokkal jobban tisztelhetnénk a kutatóknak a munkáját, mert actually nagyon sokat dolgoznak, és látom ismerősökön is, és látom, tehát hogy szeretnék én is egy ilyen pályára lépni, és tudom, hogy mivel jár, mármint hogy bele tudok látni, hogy mivel jár, és nem egyszerű egyáltalán. A TikTokon a különböző trendek fénysebességgel jelennek meg, és tűnnek el. Ez igaz az ételekre és az étkezéssel kapcsolatos trendekre is. Egyik héten a gluténmentes étkezés a népszerű, a következő héten pedig csak nyers húst lehet fogyasztani, másképp meghalsz. Az egyik nagyon híres trend, ami évek óta elterjedőben van, nem csak TikTokon, hanem YouTube-on és Facebookon is, a különböző "mit eszek egy nap" videók. Azt kell mondjam, hogy számomra a hasonló videók célja sohasem egyértelmű. Nem magyarázzák meg ezek a személyek, hogy miért kell tudjuk azt, hogy mit eszik egy nap. Azon kívül, hogy egy hasonló testalkatot ígérhet ez az étrend, ami az illetőnek is van. A következőkben 2 TikTokot mutatok be, az egyik a nyers vegán diétával foglalkozik, a másik pedig az időszakos böjtel, és Evelyn segítségét kérem majd, hogy segítsen nekünk tájékozódni ebben a világban. Elsősorban azt szeretném kifejezni, hogy ezek a "mit eszek egy nap" videók nagyon toxikusak, és már csak azért is, mert nincs szükségünk erre az információra, hogy ki mit eszik, mármint hogy hiába fogja az adott testépítő nőci megosztani, hogy mit eszik egy nap, lehetséges, hogy egy sokkal nagyobb energiaigénye van, mint neked vagy nekem, és hiába fogunk megenni egy nap 2500 kalóriát, valószínűleg hízni fogunk, és nem úgy kinézni, mint ő, mert ő már amúgy is, tegyük fel, 5 éve edz, most mondtam egy példát, 5 éve edz, és jóval nagyobb izomtömeggel rendelkezik, mint te vagy én, szóval nem ugyanazokat az eredményeket fogjuk elérni, vagy ha el is szeretnénk érni, nem egyik napról a másikra fogunk úgy kinézni, és tehát, hogy nem ennyire lineáris az az út, hogy úgy nézzünk ki. Csak azáltal, hogy megnézzük, hogy ő mit teszik, és azt lemásoljuk. Mint ahogy mondtam, mindenkinek más fizikai aktivitása van, illetve preferenciája. Vannak személyek, akiknek bizonyos egészségügyi problémájuk is lehet. Nem, nincs rendjén. Én nem nézek ilyeneket, minden páciensemnek ajánlom, hogy ne nézzék ezeket, mert amúgy semmi hasznos nincs bennük, és mindenkinek egyéni tanácsadásra van szüksége, és nem fogja a problémáját megoldani az, hogyha az adott celebnek a táplálkozására szeretne hasonlítani, tehát hogy szeretné másolni a saját táplálkozási mintáját. Here is everything I ate today. Started my day with fresh pressed orange juice. Then for breakfast I had a head of iceberg lettuce with 6 ripe spotty bananas. For lunch, I had a smoothie with another 6 bananas, barley grass juice powder and spirulina, coconut water, and frozen wild blueberries. So good. Then for dinner, I had 3 sweet potatoes chopped up and baked in the oven. One of them was a purple sweet potato, look at that color, and a side of romaine lettuce. Nyers vegán életstílus. Nos, ennek köze nincs az egészséges életmódhoz. Tehát, hogy nem szeretném a növényi étrendet most bolygatni, mert a növényi étrend egy nagyon hasznos és nagyon amúgy fenntartható dologról van szó. Tehát, hogy egy nagyon egészséges életmód. Egyrészt nem mindenkinek alkalmas, tehát, hogy volt olyan páciensem, akinek nem volt, tehát én úgy láttam a táplálkozási mintázatán, hogy neki nem való a növényi étrend, pedig azon az úton indultunk el, egyszerűen neki nem volt való, mert az illetőnek egy bélbetegsége is van, és nem bírta a szervezete azt a nagyon magas rostbevitelt. És vannak még egy páran, akik így reagálnak, szóval nem mindenkinek való, viszont nagyon sok személy jól reagál erre a fajta étrendre. De természetesen a sima növényi étrendre, nem a nyers vegánra. Nyilvánvalóan csak növényi alapú ételeket tartalmaz, zöldségeket, gyümölcsöket, magvakat, csirákat tartalmazhat még, fermentált dolgokat tartalmazhat még, mert ugyebár nem volt hőkezelve, tehát az a lényeg, hogy ők nem fogyasztanak hőkezelt ételeket. Gabonaféléket is maxi csiráztatva fogyasztanak, illetve nem esznek gabonaféléket nagyon megsütve, illetve sem hüvelyeseket nem fogyasztanak. Tehát kevés komplex szénhidrátot fogyasztanak, kevés fehérjét, vasat, cinket fogyasztanak, és főleg, ha nők esetében eléggé gyakori a vashiányos vérszegénység is. Ahogy én így végignéztem a Csajcinak a videóit, nagyon-nagyon szegényes táplálkozásról van szó, illetve a kalcium bevitele is nagyon-nagyon szegényes volt. Én evészavarra utaló jeleket láttam az ő esetében, és egyáltalán nem láttam boldognak és kényelmes, tehát hogy nem láttam azt, hogy ő kényelmes lenne a saját bőrében, és ő leginkább azért eszik, hogy megtartsa a vékonyságát, a karcsúságát. Illetve az volt még szembetűnő, hogy nagyon-nagyon alacsony a súlya az illetőnek. És nekem egyértelmű okot adott, hogy neki egy evészavarra van. Nyilván én nem adhatok diagnózist, de észrevételeim lehetnek, és nyilván, mint dietetikus, általában az ilyen észrevételek során azt szoktam tanácsolni a páciensnek, hogy keressen fel egy klinikai pszichológust vagy pszichiátert, aki segíthet neki a mentális egészségének a helyreállításában. Mivel az evészavarok esetében azt kell tudjuk, hogy elsősorban a mentális egészségen kell dolgozni, és nem a táplálkozáson. Szóval az időszakos bőjt. Ez tudjuk, hogy egy jó pár éven nagyon nagy népszerűségnek örvend, és azt azért hozzá szeretném tenni, hogy itt háromfajta bőjt létezik. Van a legnépszerűbb, a 16/8-as metódus. Ennek a lényege az, hogy 16 órán keresztül az illető személy nem fogyaszt semmit. Ennek lehetnek előnyei és hátrányai is. Az utóbbi időben elég sok kutatás született erről a metódusról, és valóban segíthet például az inzulin érzékenységet növelni, a vércukorszintet csökkenteni, viszont ez abszolút nem való mindenkinek, mert például, ha egy olyan személyről beszélünk, aki mondjuk gyógyszereket szed, vagy cukorbeteg, és hajlamos a hipoglikémiára, tehát az alacsony vércukorszintre, akkor ezek a böjtölési periódusok, ezek egy ilyen olaj a tűzre. Összkoleszterin csökkentő hatása is van, illetve az LDL, vagyis a rossz koleszterin szintet is képes csökkenteni, tehát hogy vannak pozitív hatásai is. Kevés kutatást végeztek nőkön, és még nem eléggé világos, hogy milyen hatással van a hormonháztartásra, illetve bizonyos endokrin megbetegedések esetében milyen hatása lehet ez a táplálkozási irányzat hosszú távon a női egészségre. Illetve nagyon sok olyan kutatás is született, hogy milyen hatással van az időszakos bőjt a testsúlyunkra. És konklúzióban azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem jobb, mint a klasszikus kalóriadeficit, tehát hogy ugyanazt az eredményt lehet elérni időszakos bőjtel is, mint evel a klasszikus kalóriadeficittel. Tehát, hogy kiknek nem ajánlott az időszakos bőjt, semmiféleképpen nem ajánlott, ha neked van egy evészavarod. Semmiféleképpen ne kezd el, mert ez egy újabb diéta lesz, és nem az a lényeg, hogy evészavarok meggyógyítása során mi diétázunk, hanem hogy meggyógyítsuk a kapcsolatot az étellel, illetve önmagunkkal. Olvastam egy érdekes kutatást, hogy PCOS-es, tehát hogy policisztes szindrómás hölgyeken végeztek kutatásokat, figyelték meg az időszakos bőjtnek a hatásait, és sikeresen csökkentették az androgén, tehát a férfi nemi hormonoknak a szintjét, viszont én nem ajánlanám PCOS esetében, tehát hogy nekem is vannak PCOS-es pácienseim, és ezt nem ezt alkalmazom náluk, ugyanis vannak sokkal hatékonyabb táplálkozási, úgymond beavatkozások, melyek sokkal jobb eredményt érnek el, mint az időszakos bőjt, ugyanis még nem végeztek el elegendő kutatást. Ha spekulálni szeretnénk, mint ahogy már említettem, mondhatnánk, hogy ezek az influencerek azért mutatják be az étrendüket, mivel követendő példának tekintik azt. Mi másért mutatnád be? Ha így leszel, akkor úgy fogsz kinézni, ahogy én is. Evelyn, miért vagyunk ennyire befolyásolhatók a különböző diétákkal kapcsolatban? Figyelj, az egészséges életmód az arról teljesen felejtkezzünk el, mert nincs olyan, hogy 100%-osan tökéletes és egészséges étrend. Tehát ilyen nem létezik, ez nem fenntartható. És szerintem nagyon sokan romantizálják ezt a gondolatot, hogy ezt a nagyon tiszta étkezést és ezt a clean eatinget, hogy mennyire jó és mennyire jól néz ki, jól néznek ki ezek a zöld smoothie-k, ezek a nagy fodros kell, saláták, budabólók, stb. És teljesen ki vannak szorítva a kevésbé tápanyagdús élelmiszerek is. Semmi probléma, hogyha bizonyos ételeket beillesztünk az étrendünkbe. Az, hogy egyszer egy héten fogyasztasz például csokoládét, vagy másik héten kétszer fogyasztasz, úristen, mi fog történni? Egyből cukorbeteg leszel, gyulladás fog a szervezetedben kialakulni, mert ezzel szokták riogatni az emberek, és ezek az ilyen online szakértők az embereket, hogy gyulladás. Tehát, hogy maga ez a gyulladás, meg nem tudják sokan megmagyarázni, mi ez, hogy gyulladás, és maga az, hogy miért dobálózunk ezekkel a szavakkal, hogyha nem magyarázod meg? Igen, mert sajnálatos módon nem kaptunk egy megfelelő edukációt, ami az egészségtudatos életmódot illeti, és ez azt jelenti, hogy emiatt is már kicsi korunktól kezdve szerintem már maga abba a kultúrába, ebbe a diéta kultúrában nőttünk fel, azt láttuk, hogy édesanyáink próbálgatják a diétákat a kiskegyedből, vagy mindenféle újságokból, könyvekből, mérettelintő könyveket. Olyan könyveket találtam édesanyámnál hihetetlen, tudom én, ilyen gombák a testünkbe, meg tehát mindenféle méregtelenítő dolog, és így belelapoztam, így nézem, hogy mondom, mi ez, ez micsoda, tehát így figyelgettem ezeket a dolgokat, és azt mondtam, hogy úristen. A diéta kultúra sok mindent elpróbál nekünk adni, a legnyilvánvalóbb talán a tökéletes test, a megfelelő alak illúziója. Nem azért eszünk, hogy egy adott vékony testet érjünk el, és ezt megtartsuk egész életünk folyamán. A testünk folyamatosan változik. Nem kéne ugyanabban az alacsony testsúlyban megmaradni életünk végéig. És ezt természetesen ezt az átlag emberre mondom, mert vannak olyan emberek is, akik genetikailag alacsonyabb testsúllyal rendelkeznek, tehát, hogy most itt nem akarok átmenni egy ilyen skinny shamingbe, tehát, hogy ezt hagyjuk. Kicsit fordítsunk időt az élvezeti faktorokra is. Nem csak azért teszünk, hogy a makrókat kipipáljuk, a kalóriabevitelünket kipipáljuk, hanem actually kéne élvezzük azokat az ízeket, azokat az ételeket is. Abszolút semmi nem fog történni, semmilyen gyulladás nem fog a szervezetedben kialakulni, hogy egyszer egy héten egy hasábburgonyát egy burgerrel megeszel. Két csapatot látok igazából, ez a nagyon tiszta étkezés, ez a nagyon nem engedünk meg magunknak semmit, mert hogy az ki tudja mit tartalmaz, meg ezt tartalmaz, meg azt tartalmaz, én azt nem eszem meg, és van a másik véglet, amikor már csak dacból is nem szeretne semmilyen egészséges szokásokat bevezetni az életmódjába. Mégiscsak a kettő között van az egyensúly. Mindenkinek más a fenntartható. És hidd el, hogy nagyon sok embernek igenis az az egészséges, hogy visszavezesse azokat a feldolgozott élelmiszereket, ki épp, hogy arra lenne szükség, hogy kibéküljön az ételekkel, és kiverje a fejéből ezeket a diéta gondolatokat, és megértse, hogy bizonyos tápanyagokra igenis szüksége van ahhoz, hogy megfelelő módon működjön a szervezetem, illetve azok az emberek, akik már csak dacból sem szeretnének ezeket a szokásokat bevezetni, őket pedig nem egyszerű edukálni a környezetünket, de én úgy gondolom, hogy jó példával igenis lehet eredményeket elérni. A következőkben Evelinnel beszéljünk egy helyes étrend tulajdonságairól. Nagyon fontos az, hogy fenntartható legyen, és itt a fenntarthatóságon nem feltétlenül a környezet, tehát egy maga a környezettudatosságba szeretnék belemenni, bár ez is egy jó gondolat, és erre is érdemes odafigyelni, főleg, hogy tudjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk jelenleg. Fenntarthatóság alatt azt értem, hogy kérdezd meg magadtól, hogy 5 év múlva is el tudod képzelni magad azt a táplálkozásformát folytatva, amit jelenleg csinálsz. Tehát, hogy tudnál ketogén diétán lenni 5 év múlva is? Tudnál nyersvegánként élni 5 év múlva is? Azért érdemes bizonyos kérdéseket feltegyünk önmagunknak. Fontos nagyon az önreflexió, és az, hogy nagyon kellőképpen utána járjunk bizonyos dolgoknak. Illetve, hogyha nem boldogulunk, akkor mindenféleképpen szakember segítségéhez folyamodjunk. Egyrészt az, hogy fenntarthatóság, változatos legyen. Tehát, hogy azokat a videókat, amiket küldtél, nem a legváltozatosabban étkeznek a lányok. És ez is maga a diétakultúrának a műve. Maga az, hogy félnek bizonyos ételeket elfogyasztani, mert félnek, hogy hízni fognak, hogy félnek, hogy vizesedni fognak, vagy puffadni fognak, stb. Bizonyos hatásokat érhetnek el. Valójában például, hogyha te sokáig ketogén diétát követtél, vagy nagyon sokat böjtöltél, és hirtelen visszavezeted az ételeket, vagy a szénhidrát alapú ételeket az étrendedbe, akkor ezek valójában vizet kötnek be. Szóval te valójában egy picit vizesebbnek tűnhetsz, úgymond, tehát, hogy ez is annak a következménye. Nem lehet újjal mutogatni csak egy külön makronutriensre. Nem lehet a szénhidrátot, az elhízás, vagy bizonyos krónikus betegségeknek a fő okozójaként kikiáltani. Nagyon fontos, hogy az egész étrendet figyeljük, és kicsit kilépjünk, és megnézzük maga az életmódunkat is. És az egész összképet vegyük figyelembe, nem csak külön-külön kis részeire bontsuk le. Ahogy mondtam, nem csak TikTokon találhatóak meg ezek a mit eszek egy nap videók. YouTube-on is nagyon sok hasonlót lehet találni. Az egyik magyar személy, akinek a hasonló videóját megtaláltam, Rubint Réka unokahúga. A lány YouTube csatornájának 68 000 követője van, és 20 000 követője van Instagramon. Instagram leírása szerint a végzettsége a következő, felteszem a képernyőre, mint ahogy látható, van valamilyen fajta táplálkozástudományi tapasztalata, és egyetemre is járt. Saját véleményem szerint ez nagyon furcsa, majd meglátjátok később miért. MyProtein termékek ambasszadorja, sokat reklámoz őket videóiban, valamint edző. Két videót fogunk megnézni, az egyik egy ilyen mit eszek egy nap videó, a másik pedig az edzés tervéről szól. Ezeket fogjuk Evelynnel megbeszélni. Egy mit eszem egy nap videót hoztam nektek, reggel van, még semmit sem ettem, és arra gondoltam, hogy akkor indítsuk innen ezt az egész napot. Több mindenben változott egyébként így a napi étkezésem, abban különbözik, hogy most a ketogén diétát követem, még nem tudom, hogy meddig. Igazából rendeltem ilyen ketocsíkokat, amivel meg tudom nézni, hogy mikor kerül a szervezem ketózis állapotba, és addig, amíg ezt el nem érem, mindenképpen szeretném csinálni. A reggelimet egyébként 1 liter vízzel indítom, ha nem sikerül 1 liter vizet meginni, akkor egy olyan fél litert szoktam inni. És hát a keto diétát azt most az intermittent fastinggel, szóval ez az időszakos bőjtel együtt csinálom. Én a 16-8-asat alkalmazom, erről is találtok videót egyébként a YouTube csatornámon. Én ezt úgy osztottam be, hogy este 8-kor befejezem az étkezést, vagy ilyen 8 és 7-8 körül, és utána a következő étkezés pedig ugye 16 óra múlva következik be. Én nem tudom nektek megmutatni, mert nincs is, ugye reggeli az kimarad. Ilyenkor vizet szoktam inni, vagy kávét feketén, teát. A lényeg, hogy ne legyen kalóriatartalma. Aztán pedig az első étkezés az az ebéd lesz. Amit a címben is láthattátok, ezt akkor alkalmazom, amikor fogyni szeretnék. És itt muszáj elmondanom azt, hogy ez nem biztos, hogy neked jó. Nem biztos, hogy neked jó a ketogén diéta, nem biztos, hogy neked jó az időszakos bőjt. Én mindig azt mondom, hogy fontos, hogy figyeljünk a testükre, minden szervezet más, mindenkinek más válik be. Én nem ítélem el a vegánokat, én nem ítélem el azokat, akik magas szénhidrátot esznek, vagy azokat, akik alacsony szénhidrátot esznek, mert mindenki el tudja dönteni saját magának, hogy mi a jó a szervezetének. A videó úgy kezdődik, hogy elmondja, hogy ketogén és időszakos étkezés diétát is folytat egyszerre. Elmondja, hogy előző este óta, 8 óta nem evett, és hogy reggel sem evett semmit, és csak vizet iszik reggel. Nagyon egészségesen kezdődik ez a videó. Evelyn, mi az a ketogén diéta? Ketogén diétát eredetileg epilepsziás gyerekeknek írtak elő, tehát hogy ez egy terápiás étrend. Illetve nagyon jó hatással van különböző idegrendszer és neurodegeneratív problémákra is, ilyen például az Alzheimer vagy a Parkinson-kor. Azt kell tudjuk a ketogén diétáról, hogy ez egészséges embernek nem látom értelmét, hogy miért kéne ezt alkalmazni. Nem? Egy nagy nem. Beszélnél nekünk a ketózis állapotról? A szénhidrát alapú ételeknek a megvonása során a szervezetünk a májunk által előállított ketontestekből, ilyen például az aceton vagy a beta-hidroxibajsav, illetve a zsírok bontása során keletkező szabad zsírsavakból állít elő energiát, tehát ez lesz az agyunknak az agyszövet, tehát lényegében az agyszövet képes zsírokból is képes energiát nyerni. Ezt nevezzük ketózisnak ketózis állapotának is, de azt hozzá szeretném tenni, hogy a szervezetünk nem azért lett kitalálva, hogy mi ezzel tápláljuk. Tehát, hogy alapvetően a szervezetünk szénhidrát domináns, és elsődleges energiaforrásai a szénhidrátok. Szóval kezdjük ott, hogy előző este óta nem evett semmit, másnap reggel 1 óráig nem eszik semmit, egész nap vizet iszik, amivel ugye nincs probléma, de ezzel kezdi a napot, valamint nyomja magába egész nap a koffeint, a kávét. Ez teljesen úgy hangzik, mint Egy olyan étrendnek hangzik, mint amelyet folytattam, mikor étkezési problémáim voltak. Amit a címben is láthattátok, ezt akkor alkalmazom, amikor fogyni szeretnék. És itt muszáj elmondanom azt, hogy ez nem biztos, hogy neked jó. Nem biztos, hogy neked jó a ketogén diéta, nem biztos, hogy neked jó az időszakos bőjt. Én mindig azt mondom, hogy fontos, hogy figyeljünk a testünkre, minden szervezet más, mindenkinek más válik be. Én nem ítélem el a vegánokat, én nem ítélem el azokat, akik magas szénhidrátot esznek, vagy azokat, akik alacsony szénhidrátot esznek, mert mindenki el tudja dönteni saját magának, hogy mi a jó a szervezetének. Sok olyan videót láttam, amit küldtek, vagy amiben véletlenül belenéztem, ahol az illető személy nem rendelkezik egy adott végzettséggel, és úgy kezdődik a videó, hogy én amúgy nem vagyok orvos, de én amúgy nem vagyok dietetikus, de én ezt csinálom, stb. Stb. Ti ezt nem kötelező folytatnotok. Én úgy gondolom, hogy ez egy súlyos hiba, ilyesmit startból közé tenni, már csak azért is, mert így könnyen, ezek a személyek így nagyon könnyen ki tudnak bújni a felelősség alól, és nem vállalnak felelősséget amiatt, hogy hát figyelj, én ezt csinálom, én úgy roncsolom a szervezetem, ahogy szeretném, én ezt csinálom, de te nem muszáj ezt csinálni. És ki tudja, lehetséges, hogy fog jönni egy személy, két személy, három személy, aki azt fogja mondani, tudd meg, én ezt ki fogom próbálni, már csak azért is, hogy lássam meg, hogy milyen hatással van a szervezetemre, illetve miért ne próbáljam ki. És lehet ők is pórul járnak, szóval, és nyilván ez a személy, aki a videót már közzétette, nem fog vállalni felelősséget azért, amit ő megosztotta a követőivel. Úgyhogy én ezt nem nagyon díjazom. Például ezt a terápiás étrendet szabályozott, kontrollált környezetben alkalmazzák. Igen, tehát hogy például a lófodmap étrend is egy terápiás étrend, melyet nyilván nem fogok ajánlgatni csak úgy random embereknek, mert egy kicsit puffod, vagy egy picit székrekedése van, tehát hogy csak azért, mert bizonyos emésztőrendszeri tüneteik jelen vannak, nem fogunk alkalmazni ilyen terápiás étrendeket. Vagy ez most pont olyan lenne, mint hogyha te egy kicsivel több szénhidrátot tettél volna egy ebédre, és akkor azt mondanám neked felelőtlenül, nyomj be egy kis inzulinsatot, vigye le a vércukorszintedet. Most képzeld el, tehát hogy nem, ez most ez egy rossz példa volt, tehát ez meg se forduljon a fejetekben. Következőkben megemlít egy képletet. Van egy képlet, ami benne van a videómban, amiben ti is ki tudjátok számolni, hogy mennyi kalóriára van, illetve tápanyagra van szükségetek. Nagyon fontos, hogy nem csak a kalóriákat számoljuk, hanem fontos a szénhidrátfehérje és a zsírbevitel is. Ezeket is megmutatom, hogy hogyan tudjátok kiszámolni. Ugyanakkor azt is megmutatom, hogy hogyan tudod kiszámolni magadnak azt, hogy mennyi tápanyagot kell bevinned, hogyha fogyni szeretnél, vagy hogyha izmot szeretnél növelni, vagy csak ha szimplán tartani szeretnéd a súlyod. Ennek alapján kiszámolva én, hogyha fogyni szeretnék, kb. 1700-1800 kalóriát kéne bevinnem, ami egyébként így saját magamnak és soknak érzem, szóval hogy nem bírok annyit enni, éppen ezért beszoktam állítani, hogy ilyen 1600-at egyek, és akkor próbálok a környékén enni, ez néha túlmegy, néha kevesebb, de hogyha többet eszek ennél, akkor már nem is érzem annyira komfortosan magam, úgyhogy én emiatt nem eszem meg azt a maximumot, de kicsivel kevesebbet szoktam enni. Valaki magyarázza meg nekem, hogy hogyan számolhatja ki a képletet, megkapja a pontos összeget, majd elmondja nekünk, hogy ennél kevesebbet fogyaszt. Miért számoltad ki a kalória igényedet, ha úgyse fogod ezt elfogyasztani? A másik kérdésem pedig az, hogy ha ez a diétás kalóriaigénye, és ezt sem tudja állítása szerint elfogyasztani, mert túl nehéz számára, akkor mikor a testsúlyát próbálja megtartani, hogy tudja megenni azokat a kalóriákat? Ha ennyi kalóriára van szüksége, mikor diétázik, akkor nyilvánvalóan több kalóriára van szüksége, mikor megpróbálja tartani a súlyát, vagy mikor hízni próbál. Hogy lehetséges, ha még a minimálisat sem tudja elfogyasztani. Másrésztről pedig olyan személyként, aki matek osztályba járt, felháborító, hogy kiszámolja a pontos értéket, aztán el sem fogyassza, aztán annyit von ki belőle, amennyit csak akar. Nem így működik a matematika. A Harrison Benedict képletet osztotta meg, egyébként ezzel nincsen semmilyen gond, tehát hogy a Harrison Benedict képlet alapján szükséges ismernünk az egyénnek a korát, a magasságát, a testsúlyát, és ezt későbbiekben be kell szorozni nyilván egy fizikai aktivitás faktorral, azután pedig annak függvényében, hogy az illető személy mondjuk súlyt szeretne veszíteni, vagy súlynövelés a cél, vagy súlymegtartás a cél, az alapján megyünk tovább, úgymond. És azt mondta, hogy neki 1800 kalóriára lenne szüksége, de 1600-at eszik. Na már csak itt is ez egy eléggé nagy felkiáltójel, már csak azért, mert nekem úgy tűnik, hogy ő jellemző azokra a személyekre, akik nem konkrétan tehát hogy nem biztos, hogy evészavara van, meg amúgy se én nem tehetek diagnózist, tehát hogy ez már nem az én szerepköröm. De nagyon jellemző egyébként nem az evészavarosokra, hanem van egy ilyen az evészavar előtti állapot, ez a disordered eating. Most erre nem igazán van magyar kifejezés egyébként, és akik disordered eating kategóriába tartoznak, azok általában nagyon drasztikusan számolják a kalóriákat hónapokon, éveken keresztül. Azt hozzátenném, hogy én leginkább egy ilyen antidiéta szemléletű dietetikus vagyok, de ugyanakkor nem tekintem toxikusnak a kalória számolást, hogyha megvan a célja. Tehát, hogyha az illető személy szeretné ismerni a tápanyag tartalmát az ételeknek, és mondjuk életmódváltás elején 1-2 hétig szeretné számolni, csak úgy tudja, hogy mi van benne, nem tartom toxikusnak, de már mikor ez elhúzódik hónapokig, évekig, akkor az már krónikussá válik, és ez nem egészséges és nem fenntartható. Tehát, hogy nagyon-nagyon jellemző azokra a személyekre, akiknek már felborult a kapcsolatuk az étkezéssel, olyan diétás cselekvésekbe bonyolódnak, mint például a túlzott kalóriaszámolás, gyakori diétázgatás, vagy egyszerűen szorongás az étkezések körül, tehát, hogy na most megyünk étterembe, mit fogok enni kint, vagy megyünk lakodalomba, mit fogunk ott enni, vagy karácsonykor mi lesz a menő, és mit fogok enni. Tehát, hogy ez a görcsös ragaszkodása az egészséges ételekhez, és hogy mit eszünk, hogy legyen betervezve, stb. Étkezések kihagyása is nagyon-nagyon jellemző ezekre a személyekre. És ezért is nagyon sokan vannak, akik ezt az időszakos böjtöt követik, és közben egy rejtett vagy evészavarral, vagy egy ilyen disordered eating-gel rendelkeznek már. Hozzájá, az is egy disordered eating-nek a szimptomája, hogyha az illető személynek nagyon nagyok a súly ingadozásai, vagy hogyha nagyon rigidek a táplálkozási szokásai, tehát hogy egy adott féleképpen étkezik. Tehát például van ez a nagyon mentes étrendek, ezek ilyen mentes szója, kukorica, tejtermékmentes, tudjuk, ezek az ilyen mentes étrendek, vagy a keto. Olyan érzetek, mint a szégyen, mint ahogy mondtam, a szorongás az étkezések körül, vagy mint ahogy mondtam, a túlzott odafigyelés az étkezésre. Tehát, hogy ezek az emberek nagyon görcsölnek, és tehát nem tudják elengedni a kontrollt, mert attól félnek, hogyha a kontrollt elengedik, akkor, mint például az egyik videóban láttuk, aki időszakos böjtöt, ő az illető személy, akit te küldtél, most nem ez a híres személy, hanem egy másik személy, egy olyan fajta időszakos böjtöt követett, mint például Eat, Stop Eat, tehát hogy egyszer-kétszer egy héten 24 óráig nem eszik semmit, és hát nyilván, hogy miután lejárt a böjtje, megevett 1-ből 4 burgert hasábburgonyával együtt. Azért, mert elvesztette a kontrollt, és addig bírta. És hirtelen azt a kalória bevitelt, amit szépen egyenletesen a nap folyamán kellett volna elfogyasszon, ő hirtelen este ette meg. Ezek nekem így megjegyzéseim. Nem tehetek diagnózist, én általában ilyenkor orvoshoz, és tőlem az adott témán belül, tehát maga sokkal jártasabb szakemberekhez küldöm tovább, és csak úgy dolgozunk tovább, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. Az is nagyon jellemző azokra a személyekre, akiknek ilyen disordered eating alakult ki, hogy túlságosan el vannak foglalva a mozgással. Tehát, hogy nagyon-nagyon kompulzív módon mozognak, mert megpróbálják lemozogni azt az adott ételt, amit aznap ettek, vagy hogyha egy étkezésnél is kicsit túlették magukat, azt megpróbálják edzés formájában úgymond leedzeni. Aztán szoktam bevenni a zsírégetőmet, ezt körülbelül ilyen 45-60 perccel szoktam bevenni edzés előtt, ennek magas a koffein tartalma. Igazából emiatt nem is szoktam reggel kávézni, 3 szemet szoktam bevenni. Felejtsük el ezeket az ilyen varázspirulákat, tehát hogy ezeket az ilyen rövidítéseket, ezeket felejtsük el, mert kb. Sehova sem fognak vinni. Egyszerűen, nagyon-nagyon egyszerű a képlet, és mégis nagyon sokak által rosszul van értelmezve ez a képlet. Fizikai aktivitásra van szüksége a szervezetünknek, megfelelő tápanyagra, megfelelő alvásra, szabad levegőn töltött minőségi időre, meditációra, vagy maga arra, hogy a mentális egészségeddel foglalkozzál. Nem ilyen zsírégető tabletták, meg mindenféle táplálékkiegészítők, tehát maga nem szeretnénk, tehát hogy én is szoktam ajánlani táplálékkiegészítőket. Elsősorban nem azért, hogy zsírt égessünk nyilván, hanem már csak azért is fontos, hogy kicsit például megnézzük egy-egy éves véranalízis során, hogy nincs valamilyen vitamin vagy ásványanyag hiányunk, és nyilván ezt pótolni, hogyha egy bizonyos hiány fennáll, vagy egy bizonyos betegség esetében valamilyen adott tápanyaggal kiegészíteni a táplálkozási tanácsadáson elhangzottakat. Abból a pénzből esküszöm, nagyon sok mindent tudtok csinálni, hogy nem ilyen felesleges hülyeségekre költitek a pénzeteket. De láthatjátok, Evelyn nagyon professzionális, sajnos én nem vagyok az. Persze, hogy zsírégető tablettával folytatja a napját. Képzeljétek el, hogy elmentek az edzőterembe, és végre lesz egy személyi edzőtök, és a személyi edző ahelyett, hogy ugye edzéssel és étkezéssel tartja meg a formáját, inkább zsírégető tablettákat fogyaszt. Miért tanultad meg, hogy hogyan kell edzeni normálisan, ha úgyis zsírégető tablettákat fogyasztasz? Másik megjegyzésem, hogy ránézésre nincs szükséges zsírégető tablettákra. És igen, nem ez a szakmám, de pontosan olyan vagyok, mint a több ezer másik ember, aki megnézi ezt a videót. Ha lányként megnézem ezt a videót egy olyan szeméről, aki sokat edz, helyesen étkezik, és még azt látom, hogy zsírégető tablettákat fogyaszt, elképesztően rossz hatással lesz. Úgy a mentális épségemre, mint a testképemre, mint mindenre. Evelyn valószínűleg másképp látja ezt, vagy valaki, aki ebben a szakmában van. De ilyeneket közretenni egy publikus személyként felelőtlen. Látjátok, végeztem is az edzéssel, a hajam szana szétáll, de nagyon-nagyon jól esett egyébként, és már kellően éhes vagyok, most lesz 1 óra, és már készítek pesztós tésztát, amiből ugye én a keto miatt nem ehetek, magamnak viszont frittátát fogok készíteni, amiben spárlótot teszek, tojást, békönt és még ilyen finomságokat, ezt meg is mutatom nektek. Mivel kihagyom a reggelit, ez nagyon-nagyon hiányzik nekem, úgyhogy általában ebédre reggelizni szoktam. Mostanában szinte minden alkalommal amerikánót szoktam inni, ez egy adag kávé és forró víz. Valamint még ebbe szoktam tenni egy kicsi mandulatejet, amiben nincsen természetesen cukor. Ennek, mint látjátok, nagyon-nagyon jók az értékei, ezt bele se szoktam számolni a napi kalóriabevitelembe. Vitaminok közül én ezt a tengeri halkollagént szoktam tenni a kávémba, mert nagyon nem szeretem az ízét, és körülbelül egy ilyen fél Amit nektek nem mutattam meg, az a mandula, ebből kb. Egy olyan 40-50 grammot tettem meg így délutáni nasiként. Második kávé. Egész nap kávét töm magába, halat eszik, majd néhány mandula szemet is megkóstol. Nagyon erős Jolanda Hadid vibe-ja van, aki tudja, miről beszélek, azt tudja. Azt még hozzátenném, hogy mivel az illető személy ketogén diétát folytat, tehát hogy elég sok tápanyagot von a szervezetéből. A varszintja szerintem az Rendben van, mert videóiból tekintve evett vörös húst is, meg evett ugyanúgy a húsfogyasztása az rendben volt. Igen, természetesen azt is tudjuk, hogy nem csak a húsban van vas. Nem szeretném, hogy a komment szekcióban itt a növényi evőket itt szétszednének. Tehát igen, a növényi vasforrásokra is szükség van, és növényi vasforrásokból is be lehet vinni a megfelelő vas bevitelünket. Én amit úgy hiányoltam, hát igen, a szénhidrátot, azt, amit nagyon hiányoltam, és nem csak, tehát, hogy amikor szénhidrátról beszélünk, ne csak a cukorra gondoljunk, ahogy említettem a videónak az első felében is, ugyanis a szénhidrátok nagyon-nagyon sok komponenst tartalmaznak, mint például a rostok. Ami a ketogén diétában nincs jelen, ugyanis a rostok csak is a növényi eredetű ételekben vannak benne. Ilyenek a zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, a teljesködlésű gabonafélék, a magvak, a diófélék. És a ketogén diétába ezek nem férnek bele, ugyanis magas a szénhidrát tartalmuk. Ketogén diétában leginkább az ilyen termékeket is fogyaszt, akkor is az ilyen zsíros tejtermékek, például az ilyen mascarpone vagy vaj, tojássárga, gája például, vagy az ilyen zsíros húsok, a tepertő, a kolbászfélék, ezek az ételek. A többi ételt pedig nagyon szigorúan kell restrikcionálni, hogy ez a ketózis állapot fenn maradjon. A klasszikus ketogén diétánál 4:1 az arány. Ez azt jelenti, hogy 4 egység zsírhoz jön 1+1 szénhidrát és fehérje. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon alacsony lesz a szénhidrát bevitelem, és emiatt nem nagyon lesz helye bizonyos ételekre. Tehát, hogy bizonyos ételeket nem fog fogyasztani egyáltalán, ami nagyon nagy kár, ugyanis nagyon sok gyümölcsről és zöldségről mond le, melyek gazdagon tartalmaznak bizonyos fitovegyületeket, melyeknek nagyon magas az antioxidáns tartalma, vagy például ott vannak az ilyen brokkoli, kelbimbó, tehát hogy maga a káposztafélék családjába tartozó zöldségek, melyek például szulforafánt tartalmaznak, mely például arról híres, hogy antikarcinogén hatása van, és számos olyan más vegyületeket tartalmaznak ezek a zöldségek, gyümölcsök, melyekre nagyon nagy szüksége van a szervezetünknek, és kár ezekről lemondani, illetve a rostokra visszatérve. Hát ezeknek tudjuk, hogy a bélflóránknak nagyon nagy szüksége van a megfelelő rostbevitelre. Jelent meg egy új kutatás egy olyan 2 éve, The Human Microbiome több ezer egyénnek a székletmintáját tanulmányozták, és arra a következtetésre jutottak, hogy egy hét során azok az egyének, akik legalább 30 vagy több mint 30 féle növényi eredetű ételt fogyasztottak, sokkal gazdagabb volt a bélflórájuk, mint azoknak, akik csak 10 vagy kevesebb, mint 10 fajta növényi ételt fogyasztottak. És a bélflóráról kell tudjuk azt, hogy nagyon sok szervrendszerünknek az egészségéért felelős. Ugyanúgy a szívünk, az endokrin rendszer, maga az emésztésünk, tehát maga a kognitív funkcióinkért is felelős, egy összetett témáról van szó, és nagyon sok szervrendszerre kihat, tehát hogy minden össze van kapcsolódva mindennel, és nagyon érdekesen működik az emberi szervezet. Azok a személyek, akik alacsony szénhidrát alapú étrendet folytatnak, azoknak a bélflórájuk nagyon szegényes. Ezekről kutatások is vannak, tehát hogy nagyon szegényes bélflórával rendelkeznek. És bélflóra ugyanúgy észrevették, hogy bizonyos betegségeknek a kialakulása és a bélflóra állapota közötti összefüggések, erről is lehet találni kutatásokat. Azáltal, hogy ő nem eszik elegendő szénhidrátot, lemond például nagyon fontos ételekről, például fermentált ételekről, mondjuk ilyen a kefir, ilyen a kombucsa. A kombucsának is van némely szénhidrát tartalma, de ez a fermentálás során amúgy is egy jó része megemésztődik. illetve fermentált zöldségekről, fermentált káposzta például. Ezek az ételek nagyon hasznosak az emberi szervezet számára, szóval nagyon sok ételről lemond. A következő videó is a napját mutatja be, az edzéstervét és hogy hogyan étkezik. Sziasztok, és üdvözlek titeket itt egy újabb YouTube videóban. Arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen napi vlogot, hogy hogyan telik egy napom itt Jászberényben. És mint láthatjátok, mögöttem már megy a játék. És hát igen, így indulnak a reggelek. Megmutatom, hogy edzés előtt mit szoktam bevenni. A MyProteinnek szoktam a Thermo-X zsírégető tablettáit szedni edzés előtt, 30 perccel az edzés előtt, 2 kapszulát. A másik pedig, amit szoktam bevenni, az most nincs itt a kapszulája, és ugye a doboza, de ez a The Pump, ilyen edzés előtti fokozó. De nagyon sokszor van az, hogy le vagyok kicsit ülve, főleg mostanában nagyon fáradt vagyok, és ebből szoktam egy ilyen kanállal fölhígítani, 400 ml vízzel, és ezt edzés előtt veszem be. Körülbelül egy olyan 5 perccel szoktam meginni, sőt még inkább edzés előtt, mert hogyha nem kezdek el edzeni, akkor ilyen bizsergető érzésem van, és így viszketek tőle, úgyhogy arra rá kell edzeni, mert egyébként van ilyen fura érzéstől, de egyébként ez teljesen normális. Az aznapját persze, hogy zsírégető tablettákkal kezdi, majd 500 kalóriás edzésbe vág bele, amit elvégez, aztán elmegy ebédelni, harcsát salátával és ugorkával eszik napi 5-ször. Tegnap már elkészítettem előre az ebédemet, harcsát csináltam, és meg is mutatom, hogy melyik gépezetem, majd ma is fogunk előre elkészíteni egy adagot, ehhez majd kis saláta, illetve uborka. Ebből egy olyan 5 ilyet eszek meg egyébként egy nap, valamint protein turmixot iszok most mellé. Nem tudom, hogy az influencereknek mi a céljuk a hasonló videókkal, de személy szerint, mikor hasonló étkezést látok, visszaemlékeztet arra, mikor különböző étkezési problémákkal küzdöttem, és ugyanazt tettem egész nap, másrésztről pedig elundorítanak a mozgástól, hisz úgy tűnik, hogy egész nap ugyanazt a 2 dolgot kell majd egyed, és le kell mondjak mindenről. A következő dolog, amit megtudunk, az, ami miatt valójában létrehoztam ezt a videót. Elmondja a követőinek, akik között megjegyezném, hogy nagyon befolyásolható tinédzserek is vannak, biztos vagyok benne, és befolyásolható felnőttek, hogy lagziba megy, és ezért le akar fogyni, mert lagziba megy. Hát ugye nem sokára lagziba megyünk, és hát szeretném kicsit leszákásítani magam, úgyhogy most ebben az utóbbi 2-3 hétben nagyon-nagyon odafigyelek az étkezésre. Higgyétek nekem, aki küzdött étkezési problémákkal, és mai napig is küzdik a súlyával, tudja, mennyire szörnyű ez az érzés, hogy mindig soványnak kell kinéz, akárhova mész. Ha lagzira mész, ha keresztelőre mész, ha bárhova mész, mindig le kell fogyni, hogy a legjobban néz ki. És nem mondom, hogy neki nem lehetnek ilyen érzései, de felelőtlen a követőinek ezt elmondani, és nem úgy beszélni róla, hogy ugye ő küzdködik ezzel, hanem úgy állítja be, mintha egy normális dolog lenne, hogy szörnyen érezzük magunkat különböző nagy események előtt, és hogy le kell fogyjunk. Ismételném, hogy egészség szempontjából ez nem számít. Nagyon rossz az, hogy a lány eleve tökéletesen néz ki, az alakja egyszerűen tökéletes, és még így is úgy beszél saját testéről, hogy fogyásra van szüksége, és ezt nyíltan elmondja a több ezer követője előtt, hogy azok is rosszul érezzék magukat a saját testükkel kapcsolatban, ami biztos vagyok benne, hogy még közel sem olyan tökéletes, mint az övé. Azért mondom, hogy tökéletes, mert látszik, hogy sok munkát beletesz, és ugye nagyon furcsán étkezik azért, hogy így nézzen ki, de remélem értitek, mire gondolok. Én azt vettem észre, hogy a diétakultúra folyamatosan próbálja belénk súlykolni ezt a vékonyság ideált, próbálja azt sugallni számunkra, hogy igen, akkor vagy szerethető, és akkor vagy érték, és akkor vagy jó nő, akkor vagy jó barátnő, akkor vagy a tökéletes nő, az ideális bomba nő, hogyha te egy adott formát érsz el, de most már például azokat az éveket él, beszéljük, ahol az izmosabb vagy a nagyobb fenekű személyek vannak a fókuszban, szóval, hogyha te így nézel ki, akkor vagy jó nő, és akkor fognak a férfiak utánat szaladgálni. És igen, nagyon-nagyon sok nő emiatt erre eléggé rágörcsöl, és nagyon sok nő szorong ezek miatt. Ez nem egy diet shaming videó, tehát hogy itt nem az embereknek az étrendjét rossz indulatúan kibeszéljük, hanem vannak bizonyos alapelvek, melyek nem fognak változni egy év és 2 év után sem, mert az 1+1 az jövőre is, idén is, és 2 év múlva is 2 lesz. Élettan, a biokémia, azok ugyanazok maradnak. Tehát ezeket fontos tudni, hogyha valaki táplálkozási tanácsadó, vagy ezt tanulja egyetemi szinten, akkor az élettannal és a biokémiával tisztában kell lennie, és kell tudja, hogy a szervezetünknek szüksége van szénhidrátra. Szomorúan konstatálom azt, hogy sokszor, hogy nagyon sokat dolgozok egy-egy poszton, voltak olyan posztok, ahol 4-5 órát is dolgoztam rajta, hogy minőségi információt adjak az embereknek, és sokszor látom azt, hogy 50 like, hogyha összegyűlik, vagy épp páran mentették le, miközben én nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy tudományosan megalapozott dolgokat osszak meg az emberekkel, illetve actually hasznos dolgokat is osszak meg nekik, amiket ők meg is tudnak tartani. És akkor ott van a mit teszek egy nap videók, és akkor meg így megpörgetik azt a reelszt, vagy 100 000-en, és akkor az olyan nagyon fontos, az, hogy mit teszik XY egy nap alatt. Te mit teszel? Te foglalkozz a saját tányérodra, hogy te mit teszel? Te mit teszel a tányérodra? Azzal foglalkozzál. Actually, akkor jönnénk rá, hogy mi az, amin kéne változtatni. Az, hogyha az emberek elkezdenének önmagukkal foglalkozni, és nem mind kifele tekinteni. Nagyon nehezen fogadtam ezt el, de elfogadtam, és azt mondtam, nem baj, I'm doing my own stuff, aki szereti, aki rezonál ezekkel az üzenetekkel, az fogja olvasni, aki nem. Meg amúgy is nem azért csinálom, hogy most nem tudom, mekkora sztár legyek, hanem egyszerűen szeretem is csinálni, mert számomra is ezáltal átnézek bizonyos tananyagokat, illetve én is többet tanulok, illetve maga az, hogy edukálhatom a környezetem, ez számomra ez bőven elég. És megpróbáltam megtanulni azt, hogy ne azzal foglalkozok, hogy ki mit csinál, meg hogy az 10 000 követővel milyen hülyeségeket posztol, stb. Tehát, hogy inkább a minőségre megyek, és azt mondtam, hogy nekem ez így rendben van, nem kell értékeljen mindenki, én, hogy értékelem önmagam, és azokat az információkat, és azokat az üzeneteket, melyeket át szeretnék adni, akkor az már bőven elég és rendben van. Meg maga ez a szó, hogy egészséges, az, hogy mindenkinek más az egészséges. Annak a személynek, akinek magas a vérnyomása, neki teljesen más az egészséges. Neked más az egészséges. Annak, akinek Parkinsonja van, annak megint más az egészséges. Aki maratonokat fut le minden héten, annak szintén más az egészséges. Tehát, hogy ezért is kell az a kontextus. Oké, edzés előtt teszt, de miért? Ha mondjuk inzulin rezisztenciád van, miért kéne egy ebédet egy adott módon felépíteni? Rostokat mert, zsírokat mert, fehérjét mert, komplex szénhidrátokat mert. Ebből ennyi mennyiséget azért mert, stb. De nyilván, hogy ezeket a dolgokat, mivel hogy annyi ember van, és annyi preferencia, mint ahogy mondtam, energiaigény, egészségügyi probléma, stb. Tehát annyi variáció létezik, emiatt nagyon nehéz tanácsokat adni. Úgy gondolom, hogy ezért is nagyon fontos dietetikushoz menni, és prevenció és maga betegségek esetében is. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos a szaktanácsadás, mert nagyon sokszor nem fér bele az a tudás egy poszt erejébe. Tehát, hogy én, amit megosztok, az az 5-10%, amit tudok. Ezt most nem beképzeltségből mondom, de hogy tényleg lehetetlen egy adott információt belesűríteni egy posztba. Amúgy is mindenki, minden páciens, én még egy pácienst ugyanazokkal a tünetekkel nem láttam, tehát ilyen nem létezik. Mindegyik páciensnél más tünet, tehát hogy másféleképpen reagálnak tünetekre, másképp nyilvánulnak meg a tünetek, másak a trigger foodok, vannak személyek, akiknél a pszichológiai tényezők, a triggerek nagyon-nagyon, tehát ezért is nagyon nehéz tanácsokat és recepteket megosztani. Sajnos nem mindenki számára elérhetőek a dietetikai szolgáltatások. Ez egyrésztről a pénzügyek miatt lehet, másrésztről pedig azért, mivel a szolgáltatás hiányban van ezen egy adott területen. Igen, ez az elérhetőség, ez egy eléggé nagy ilyen barrier, egy elég nagy hátrány, főleg Romániában, mert tudjuk, hogy Romániában most mindenen le vagyunk maradva, ez az igazság, valljuk be. És az a helyzet, hogy nekünk a Román Dietetikusok Kollégiuma, ez csak tavaly alakult meg. Az azt jelenti, hogy 13 év után, 14 év után most alakult meg csak tavaly. Nagyon le vagyunk maradva, és nagyon, higgyétek el, hogy nagyon sokat harcoltak a lányok, hogy actually legyen kollégiumunk, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon van a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, ami már több mint 30 éve létezik. Voltam konferencián, amit az MDOS szervezet is, láttam, hogy mennyire megszervezett az egész is, mennyire szépen szervezik a dolgaikat is, és ez nálunk annyira még nincs jelen, mert nagyon nehezen lett kollégiumunk, és emiatt az a hátrány Romániában, hogy csak a privát szektorban dolgoznak dietetikusok. Nagyon kevés kórházat tudok, ahol dolgoznak dietetikusok. És emiatt nem mindenki számára megfizethető. Ez az igazság. Én nagyon fontosnak találom azt, hogy dietetikusokat kövessünk leginkább. Ilyen személyektől kérünk tanácsokat. Tehát, hogy volt, hogy már nekem is írtak így egy-két kérdést, amire nyilván most nem fog pénzt elkérni egy-két kérdésnek a megválaszolására, de nyilván nem fogok tanácsadást sem folytatni, tehát, hogy azért úgy nem fogok olyan nagyon nagy részletekbe belemenni, de azért nyilván egy-két kérdésén is fogok válaszolni, nem fáj sehol egyébként. Én is fogok több online előadást tartani, nyilván ingyen is, tehát hogy az ember nem minden pénzért csinál. Azért posztolok eleget, szerintem Instagramon szólott is vannak információk, onnan is ki lehet szűrni az információkat, illetve nagyon sok mindenki, sok kollégám oszt meg ingyen tartalmakat, melyek actually nagyon-nagyon hasznosak. Food Science Babe, ő mondjuk angolul posztol, de ő nagyon-nagyon jó, mert nagyon szépen lerántja a leplet az ilyen táplálkozással kapcsolatos összeesküvés elméletekről, nagyon vagány a csaj, tehát imádom, nagy kedvencem egyébként. Kurucz Salomé nagyon ügyes még, Asiama Evelyn, ők magyarországi dietetikusok. Ezeket így majd közben így betegeljük, ezeket a személyeket, illetve a Schrádi Kata kolléganőm, It's Foodversum, a Csediet PCOS dietetikus Csedietben, NutriGirl Dorottya, ő is PCOS-sel foglalkozik leginkább, én például evészavarokkal és emésztőrendszeri panaszokkal, betegségekkel. Azt is meg lehet érteni, mikor valakinek tényleg nincs erre fedezettel, teljesen meg lehet érteni, viszont vannak olyan opciók is, amikor látok olyan eseteket is, amikor, jó, nyilván én nem szólhatok bele, hogy ki mire költi a pénzét, de mikor sokszor nyaral külföldön, iPhone, stb. Elektronikai kütyük, azért az ilyen emberek esetében ők megtehetik, hogy dietetikai konzultációra költsenek. Már csak azért is, mert nagyon sok betegséget meg lehet így előzni, ahelyett, hogy évekig diétázunk, és csodapirulákat vásároljunk, és különböző... Azért ezek a diétázások is elég sok pénzbe kerülnek, főleg, hogyha rosszul sül el, akkor hormonális betegségek is kialakulhatnak, ami aztán persze... akkor majd az orvosokat kell ezt kifizetni, szóval ezért is fontos erre odafigyelni szerintem. Szerintem érzitek a felháborodásomat azzal kapcsolatban, hogy egy ennyire híres személy, akinek az egész családja Nagyon híres ugye a Rubint család, ennyire felelőtlen dolgokat oszt meg az interneten. Láthattuk, hogy egy egészséges étrend változatos kell legyen és fenntartható. Szerintem ezeket a dolgokat jegyezzük meg, és könyörgöm, ne kövessük a hasonló influencereket. Szerintem Evelyn tökéletesen összefoglalta azt, amit el akarok nektek ezzel a videóval kapcsolatban mondani, és talán amilyen tanácsot szeretnék átadni ezáltal a videó által. Egyszer legalább az életében mindenkinek el kéne menjen egy dietetikushoz és egy pszichoterapeutához. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez a videó nagyon régóta készül. Köszönöm szépen Evelynnek a türelmét, hogy többször elkészítette velem ugyanezt az interjút, mert egyszer elromlott a laptopom, máskor nem sikerült felvenni, de igen, köszönöm a türelmét, és azt, hogy ugye segített nekünk megérteni ezeket a dolgokat. Evelyn elérhetősége fejlesztéve a képernyőre, ugyanúgy, mint minden más nutricionistáé, akiről szó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Légy szíves, legyetek kedvesek a hajammal kapcsolatban. Sziasztok!